Mai adásunk annyiban különleges lesz, hogy egy témára épül, visszatekintünk a júliusi Orlékmen triatlon versenyre. Rövid távú országos bajnokság és középtávú magyar kupa, ismét sok triatlonos vonzott Tatára. Évről évre színvonalasabb ez a két nap eredményekben és rendezésben is. A Futósport Egyesület csapata Rózs Balázs vezetésével remek munkát végez. Rövidesen elkezdődik 2023 Orlékmen triatlon rövid távú magyar bajnokság. A háttérben már megy a taps, felálltak a versenyzők. A legjobbakat az első sorba szólították, köztük többen olyanok is vannak, akik már nem először vesznek részt az Orlékmen triatlon versenyen. Rózs Balázstól tudom, hogy a mai nap és a holnapi magyar kupán 900 fölött lesz az indulók száma. Most néhány másodperc múlva elindul a rövid távnak a mezőnye. Először 1500 métert úsznak, aztán 40 kilométert kerékpároznak, és végül 10 kilométert futnak. Mindezt jóval 30 fok fölötti melegbe, és jóval 25 fokos vízben, tehát egyáltalán nem fognak fázni a vízben. A rajtig, aztán egyszerre közel 500-an fognak bele sétálni, bele csobbanni, bele ugrani a vízbe, hogy aztán a Dudaszóra elinduljanak, és majd a kastélytéren jöjjenek ki a vízből, és pattanjanak kerékpárra. 11 azért rányomta bélyegét a versenyzők teljesítményére, de ezzel együtt is jó eredmények születtek. A férfi győztes 2 órán belül ért célba, de a nők első helyezettje is 2 óra 12-es idővel nyert. Gratulálok a győzelem, ez 2 órán belül, ez volt a cél? Köszönöm, igen, mondhatjuk így is, hogy ez volt a cél. Hogy esett egyébként, mert úszásból nagyon jól jöttél ki, aztán kerékpárnál ott talán felváltva vezettetek. Igen, a úszásnál számítottam arra, hogy elsőnek jövök, kitörökettem arra, hogy minél nagyobb előnyt össze tudjak szedni. Még kerékpáron, még egyenként itt még gyakorolni kell, még szokni kell, és a futás is nagyon jól esett, úgyhogy örülök, jól sikerült. Elég szoros a versenyrendetek most ezen a nyáron, hogy bírod? Hát, készülünk, nem minden versenyt kezelünk versenynek, van, amit inkább edzésként fogunk fel, és így próbáljuk felépíteni a szezont. Azért egy magyar bajnokság az verseny. Az igen. Mennyi pihenő van ilyenkor, mire készülsz? Hát, most a következő verseny az a Supersprint Európa bajnokság 3 hét múlva, addig igyekszünk egy kicsit gyorsítani a lábaimon, és pihenni, amennyit lehet. Egyébként a 3 szám körül az úszás áll hozzád a legközelebb? Hát, így is mondhatjuk, igen. Ez most nem izzadság rajta, de azért izzasztó lehetett ez a 2 óra. Nagyon durva volt ez a meleg, főleg itt az erdőben ez a párás, meleg levegő. De hát sikerült megszereznem a győzelmet, úgyhogy gyakorlatilag rajtcélgyőzelem volt. A mezőny ismeretében erre lehetett számítani?
Azt hiszem, harmadiknak jöttem ki a vízből, de ott voltunk viszonylag közel egymáshoz. Én azt hittem, hogy egy páran jobban el fognak úszni elől, és majd később fogom őket utolérni bringán, de szerencsére el tudtam úszni a lányokkal, úgyhogy már hamar átvettem a vezetést a bringán. Aztán a bringa neked mindig a kedvenc számod. Igen, azt nagyon szeretem, meg szeretem ezt a pályát is, hogy ilyen limbes, dombos, de nem annyira technikás, úgyhogy bringán szereztem egy, nem tudom, pár perc előnyt, és szerintem azt nagyjából tartottam is a futáson. Azért, ahogy néztem itt a kivetítőt, zömmel egyedül futottál, egyszer-egyszer valakit utolértél, de nem sokáig futottál mellette. Hát igen, ugye a fiúk előttünk indultak 15 perccel, és akkor közülük értem utol egy pár versenyzőt. Nagyon szoros ez a versenyidény nektek. Hogy sikerül ütemezni egy-egy versenyt? Hát én eddig nem sokat versenyeztem idén. Indultam két hosszú távon, meg két fél távon. Úgyhogy ez volt az első ilyen rövidebb versenyem az idén. Hát most kezdődik még most jön még inkább a szezonjava. Mennyi pihenő lesz most? Hát most pihentünk két hetet, mert két hete voltam egy Ironman-en, úgyhogy most kezdjük az edzéseket és készülünk a következő versenyekre. Ezután a verseny után szerintem egy pár nap pihenő elég lesz. Természetesen mondjuk azt, hogy a profik, az igazi versenyzők végeztek a jobb helyeken, de az eredményjelentésen az egyes korosztályokban igazi amatőrök is dobogóra állhattak. Vagyos Tamás személyében a tévéből jól ismert arc is feltűnt az indulók között, de neki azért komoly atléta múltja van. Tudom, hogy a hölgyeknél nem illik a kort mondani, de én azt hiszem, hogy büszke lehet arra, hogy 65-69 éves korosztályban bajnok lett. Milyen volt? Nagyon jó verseny volt, bár valóban a hőség az próbára tett, mert nem készültem föl elég innivalóval a kerékpáron, de ilyen jó frissítéssel még nem találkoztam, mint ami itt volt. Úgyhogy a fordulónál már elfogyott az innivalom. 8 kilométer volt visszafelé, amikor ott volt a frissítés. Hideg volt minden. Hihetetlen, hogy mennyire jól felkészültek, és a fejvédőmre is kértem egy adag vizet, és az jól lehűtött. Így éltem túl. Itt már csak az a kérdés, hogy érzi magát ilyenkorban, hogy menne kivágni egy ilyennek? Hát tulajdonképpen mindig sportoltam, három fiam van, és az ő családjával, és 7 unokám van. És a triatlont Pécset ismertem meg 1987-ben, teljesen amatőr szinten, mert ott éltünk akkor, volt az első orfűi triatlon, ahol csak amatőrök voltak, és 108 résztvevővel indult, 6 nő volt, és ott is sikerült megnyernem, bár az úszásban mindig az utolsó vagyok. Vagyos Tamással nagyon sok versenyen lehet találkozni, múlt héten az atlétika magyar bajnoksága, most meg Tatán. Van kedvenc sportág? Hát igen, az atlétika azért az a szívem csücske, tehát nekem az az első komoly, illetve tulajdonképpen az egyetlen profiként is űzött sportágam, tehát 18-25 éves korom még nagyjából az napi 2 edzéssel, tényleg akkor még a 80-as években sportálás, még volt és egy olyan bajnoki szintig, tehát nemzetközi szinten nem, de a hazai bajnokságban sikerült 10 ifjúsági, 1 felnőtt magyar bajnoki címet nyerni, középtávokon 800, 1500, 5000 méter. Úgyhogy azok nem állnak a nagyon messze a triatlon a kettő rövid távjától, de hát a triatlon mégis úgy jött, hogy az ember ahogy öregszik, kopnak az izületek, és a sportorvos azt javasolta, hogy ne koncentráljak, nem ilyen diplomatikusan fogalmazott, ne koncentrálok a futást, azt, hogy hagyd abba a futást, és tessék, mit lehet se, úszni, biciklizni. És akkor ezt elkezdtem csinálni, ez ugye 8-10 éve volt, még Robko Péterék inspirására, amikor itt volt a Ironman 70.3 Budapest című versenynek a rendezésében, is részt vettem, és aztán úgy maradtam. Tehát a futás az már ment emlékezetből is, mikor rendbe jött a térdem,
Úgyhogy azóta minden, ami hát inkább a duatlon, mert az úszás, mint itt is kiderült, az elég gyenge számom, tehát utolsó között sikerült kijönni a tóból, de utána élmény volt tényleg itt a dombokon a bringázás, és hát a futás itt az árnyas sétányokon a tó körül. Nagyon irigylem a helyieket, tehát itt csodálatos dolog lehet élni. Egyébként egyedül csinálod ezt, vagy azért van egy kis csapat? Hát nem kis csapat, nagy csapat van, nagyon sokan művelik ezt a sportágot, de a sportágot, de az edzéseimet azt nem kifejezetten szervezett keretek között üzem, hiszen az alapsportágom az atlétika, mégiscsak, tehát a futóedzéseket azt csinálom egy kis csapat, az Icarus BSE-ben vagyok egyébként leigazolt atléta, és a triatlon pedig hát az UTMR-ida színeiben, de hát azért nekem minden napi szinten nincs én időm edzeni, vagy legalábbis a szervezet, a Margit-szigeten zajlanak a klubnak az edzései oda bejárni, úgyhogy én egyénileg 2-3-4 óra bringázás, egy héten kétszer, 1-2-3 nap futás, és egy-egy úszás, az sajnos az kevesebb fér be. Végülis minden nap edzek, csak mindig más-más számok. Milyen tervekkel jöttél, időre vagy? Hát ugye itt nehezen összevethetőek az idők, legfeljebb az előző évi hasonló pályákkal, de itt is mindig módosul egy kicsit, tehát nincs két egyforma pálya, plusz-minusz néhány száz méter eltérés van, úgyhogy az időeredmény nem annyira mérvadó. Itt a vetétársak, a korosztálybelieket persze figyeljük egymást, és igyekszünk egymással licitálni. Hát kinek mi a gyengébb vagy erősebb szám, ugye, mivel én a vége fele jövök ki az úszásra, 8-10 perc előnyt adok a idősebb sportásoknak, és akkor hát a bringában és a futásban kell pótolni. Most ez nagyon nagy melegben nagyon nehéz volt, mert engem általában ez nem visel meg, meg a futás a legjobb számom, de már mikor elindultam már az első néhány kilométer, és éreztem, hogy itt nagyon komolyan be kell osztani az erőt, és szerintem sokan azon buktak el, hogy nagyon bekezdtek akár a bringán, akár a futáson, és a utolsó kilométerek ilyenkor kegyetlen szenvedéssel tudnak telni. Hiába nagyon profi volt a frissítés, tényleg 2 kilométerenként frissítő energia, hát italok, izóital, víz, kóla, minden volt, tehát ez nem lehetett panasz, de ezzel együtt olyan nagy volt a meleg, hogy ez minden erőt kiszív az emberből. Az első nap tehát a rövidtávú magyar bajnokság volt, és a verseny után az eredményletésen boldog dobogósokat láthattunk. Akikkel beszélgettünk, mindenki dicsérte a szervezést, rendezést. Szeretnék gratulálni a szervezőknek, mert azt gondolom, hogy minden esztendőben ezt érzékelhetjük, hogy mindig éppen utolsó a legjobb szervezés. Róth Balázsnak és az egész csapatának szívből gratulálok. Nagyon jó érzés az, hogy egy ilyen profi verseny, ami nagyon-nagyon amatőr kezdésből indult, és szerényen, családilag rakták össze ezt a versenyt a szervezők, ilyen nagyján nőhette ki magát, hogy közel 1000 ember indul el itt a 2 nap alatt ezen a versenyen, és hát a jó Istennek is hálásak lehetünk, hiszen gyönyörű, igaz, hogy nagyon-nagyon meleg, de gyönyörű szép időt ajándékozott, ami valóban próbára tette a versenyzőket, a nézőket is, de így legalább biztosak lehetünk, hogy a vízben nem fáztak, és egy nagyszerű úszás után a bringázás a meleg aszfalton, forró aszfalton ember próbáló lehetett. Aztán a futást okosan a hűsbe szervezték a szervezők, úgyhogy az öreg tó hűsebb részén futhattak. Ez talán megint csak segítette, hogy jól sikerüljön a versenyzőknek is a nap. Nagyon sokan itt vannak, nagyon sokan itt alszanak ebbe a 2 napba, tehát a szállodáinknak ez egy jó dolog. A szállásadóinknak egy jó dolog, hogy ennyi vendéget láthatunk itt a hétvégén. És hát abból a szempontból is egy jó dolog, hogy a tataiaknak egy másfajta látványosság, egy különleges látványosság, hiszen ilyen jellegű versenyt, hogy úszásból éppen kijönnek a vízből ott a Keresztelő János szobornál, és ugranak föl a bringára, szaladnak a biciklivel, ülnek föl rá. Ezek mind-mind olyan érdekes látványok, amivel azért minden nap így élőben nem találkozhatunk, úgyhogy ez biztos, hogy a tataiak számára is egy érdekes látványosság volt. Akinek esetleg a mozgását akadályozta a napba, meg fogja akadályozni vasárnap, tőlük elnézést kérünk, de máshogy nem lehet ezt megszervezni, tehát valamelyik ujjunkat egy picit mindig harapni kell. Itt most a szervezők igyekeztek a délutánra tenni a programot. Van különbség egy magyar bajnokság vagy egy magyar kupa megrendezése, lebonyolítása között? Nincs különbség, mert mind a kettőt ugyanolyan komolyan kell venni, és ugyanolyan minden másodpercét, méterét ugyanolyan komolyan vesszük. Nyilván egy OB az mindig nagyobb izgalommal jár, nagyobb létszámmal jár,
Ugye nyilván ma sokkal többen vagyunk, voltunk, mint a holnapi napon, de a középtáv az viszont sokkal hosszabb időben, távban, lezárási időkben, rendező létszámban. Tehát mind a kettő ugyanolyan kihívás, és ugyanolyan komolyan vesszük azt is természetesen. Bárkivel beszéltem, mindenki azt mondta, hogy maximálisan elismeri a rendezők munkáját, azért ezt gondolom, ilyenkor verseny közben is jól esik. Igen, hát köszönjük szépen, és ez a cél, hogy ezek a visszajelzések jönnek, és nyilván már most szeretném megköszönni annak a 300 embernek, aki naponta dolgozik az oldékmenen, tényleg a iskolás gyerekektől a rendőrökön át, az önkéntesekig, a vízbiztosítókon keresztül mindenkire, a társ rendező szervezeteken át mindenkinek, mert nagyon nagy munka tényleg, főleg ebben a 40 fokban, sok esetben még mindig azt szoktam mondani, hogy a pálya mellett dolgozóknak, meg a biztosítóknak sokszor hosszabb, nehezebb a munkájuk, mint a versenyzőknek, de ez tényleg így van, főleg ma ilyen 38 fok körül volt a hőmérséklet, így napközben a csúcson, holnap is ez várható, úgyhogy most veszünk egy nagy levegőt, gyorsan visszarendezzük a sorainkat, feltöltjük a készleteket, mert tényleg hát kétszer annyi víz fogyott, mint a tavalyi évben, úgyhogy most dolgozunk azon, hogy ezt tótoljuk, de nyilván meg lesz holnapra minden. Ja, 2017-ben rendeztétek le, hogy tudom, hogy te maximalista vagy, de 17-ben benne volt az, hogy gyakorlatilag 6 év alatt ilyen magaslatig eljutott? Hát ezt mindig megkapom ezt a kérdést. Én azt mondom, hogy céltudatosak voltunk 17-ben, és azt akartuk, hogy kinőjük magunkat egy ilyen rendezvényé, és azt gondolom, hogy sikerült, és még nincs vége. Úgyhogy nézzünk előre, és ez így sikerülhetett szerintem, hogy mertünk nagyot álmodni, mindig ezt mondom, és ez az álom ez most már tényleg valóra vált, de még ezt szeretnénk tovább fűzni a következő években. Ha lehet azt mondani, a második nap még komolyabb erőpróba elé állította a versenyzőket, hiszen a középtávon már 1900 méter úszás, 90 km kerékpár és 21 km futás az adag. Ezen a napon is szép számú mezőny vágott neki a távoknak. A meleg nem csökkent, szurkolókból nem volt hiány, így azért könnyebb volt versenyezni, hiszen a biztatás talán még a nagy meleg ellenére is segíti a versenyzőt. Ahhoz, hogy egy verseny jó sikerüljön, nagyon sok ember munkája kell. Most is több mint 200 segítő dolgozott azon, hogy minden stimmeljen. Az is fontos, hogy a információk eljussanak mindenkihez. Ebben komoly szerepe van a speakernek, és Hömösszei Péter a már megszokott lelkesedéssel beszélt két napon keresztül. Jó néhány éve te vagy a Oldékment Triathlon hangja, ami nem kis teljesítmény, felérné, ha egy-egy igazi futással, biciklivel vagy úszással. Hát annól még gyerekkoromban én is triatlonosként kezdtem, úgyhogy a triatlonos családnak a tagjaként jövök ide mindig, és hogyha nem is a versenypályán, de itt oldalról megteszek mindent azért, hogy jól menjenek a versenyzők, és hogy a lelküket, amikor kell, összeszedjem, és a célba érkezőket pedig méltóképpen bekísérjem a hangommal a célkapuba. Azért ez nagyon sokat jelent, hogy tulajdonképpen majdnem mindenkit ismersz. Hát a hosszú évek azért azok segítenek ebben. Nyilvánvalóan azért van segítségem, hiszen a technika fejlődésével azért látom azt, hogy virtuálisan is kihol mozog, de természetesen évek alatt az ember megismeri a versenyzőket. Ugye az utánpótlás kortól kezdve, akkor eltelik 10-15 év, akkor a felnőtt korig kísérhetem őket szemmel, és így azért könnyebb nyilvánvalóan úgy nekiállni a versenynek, hogy tudom azt, hogy kik állnak rajthoz. Azért itt a két nap alatt jó fél napot vagy a mikrofon előtt, a hangot hogy bírja ezt? Épp most beszélgettük, nem olyan rég, hogy az ember szereti azt, amit csinál, akkor az nem munka, hanem szórakozás, és én is így vagyok ezzel. Nyilvánvalóan a hangszalagoknak hozzá kell edződni itt is ahhoz, hogy egy napot végignyomjon. A dupla verseny, ugye egy dupla hétvége azért az mindig nagyobb teljesítményt igényel a toroktól is, de megvannak a technikák arra, hogy hogyan tudunk vigyázni arra, hogy ne menjen el a hang. A középtávú férfi győztes alig valamivel 4 órán túl ér célba, de elég fáradtan, és ugyanezt tudom elmondani a női első helyzetről is. Rá várnunk is kellett az interjúval. Gratulálok az aranyéremhez, az arcodon látom, hogy azért ez kemény volt. Na igen, most ez elég kemény volt, azért elég meleg volt, futópálya nagyon párás volt. Az úszás azért az reggel még borzasztó szeles volt, de most, hogy futottam, már láttam, hogy szinte tükörvíz van, úgyhogy megviccelt bennünket.
A bringa pálya is kemény volt, azért szintes volt és szeles. Harmadiknak jöttem ki a vízba, azért a Dávid eléggé előttem volt, és biciklin viszonylag későn értem utol, úgyhogy egy darabig be is álltam mögé. Aztán az utolsó körbe előre álltam, jött velem, tehát együtt gurultunk be a depóba, és akkor úgy voltam vele, hogy majd a futáson eldöntjük. Inkább az elejét nyomtad meg, vagy próbáltál egy iramot menni? Inkább próbáltam egy iramot menni. Egy stabilat, mert tudtam, hogy meleg lesz, és az ilyenkor a futásra szokott kicsúcsosodni, hogy ki mennyire maradt talpon, és inkább úgy voltam vele, hogy majd futáson. Ugye ez egy körülbelül 113 kilométer volt ma. Hol dőlhet el ez? Hát igazából bárhol, tehát hogy elég egy rossz frissítés, és hogyha sétára kényszerül az ember, vagy kiürül a test, akkor igazából séta is, és akár 10 percet is össze lehet szedni. Két nap alatt több mint 150 kilométer, ahogy így most kiszámoltam, hogy viselted? A tegnapi az még jó volt, ez még viccesnek tűnt. A mai az már nagyon nehéz volt. Én az előző hétvégén is versenyeztem a Vasivas emberen, úgyhogy most 8 nap alatt 3 verseny. Azt hiszem elértem a teljesítőképességem határát. Igen, az előbb itt mondta a barátaidnak, hogy elfogytam a végére. Igen, igen. Szerintem a frissítés is kevés volt, vagy túl sok volt, vagy a mai napra már nem lett volna elég semmi, nem tudom. Ilyet még nem csináltam, ez volt az első, hogy így dupláztam. Ez is egy jó tapasztalat volt. Nyilván egy rövid táv után azért a középtáv az nagyon hosszúnak tűnik. Melyik szám viselt meg ma a legjobban? A futás. A futás ma az volt a legnehezebb. Talán egy kicsit túltoltam a biciklit, és utána jó volt leszállni a bringáról, az első 1-2 kilométer az megváltás volt, de utána éreztem, hogy kimerültem, kifogytam teljesen. A fordítótól visszafelé az volt a mélypont, és aztán a második körre úgy összeszedtem magam, de szenvedős volt. Bár a triatlon egyéni sportág, de van csapatverseny és váltó is, ami a csapatszellem szempontjából jó dolog. A váltóban, ez 3 fő, mindenki kiválaszthatja a számára a legjobb számot, és jó váltásokkal meg is lehet a siker. Mindkét napon megkérdeztük a győztes váltó csapatokat. Az úszás az vállalás, vagy te jutottál ki a sorsolásba? Én igazániból vállaltam, mert a másik két személynek, mindegyiknek megvan a maga sportágát. A Dávid az nagyon jó kerékpározik, Zoli nagyon jó fut. Én meg kizárásos alapon akkor maradt az úszás. Egyébként én meg triatlonozom, és akkor így én most nem egyénibe indultam, hanem váltóba. És akkor következett a kerékpár. Ebben a 31-nány fokban nem a legkellemesebb. Hát nem a legkellemesebb, de úgy voltam, hogy 40 kilométeren még azért vállalható. És akkor hát próbáltam azt az időt, amit belőttem magamnak, én 1 óra, 4-5-6 percet tudtam, hogy a szintek azok nem az erősségem, tehát a szintekre nem tudtam, hogy alföldiek vagyunk, tehát síkon edzettem, de az 1 óra, 4-5-6 percet lőttem be, a sikert is 1 óra, 6 percet jönni. Igen, ilyenkor ugye bolyolni nem lehet, ez azért nehéz. Hát, én direkt arra mentem, ne is bolyozzak, tehát próbáltam mindenkit előzni, akit tudtam, tehát nem is szeretem azt, hogyha jönnek mögöttem, vagy valami, tehát én saját tempómat mentem, aztán végül is a belőtt időt is sikerült hoznom. És hol vetted át a stafétát? Hát szerintem a negyedik hely után. Elég meleg volt, ez a harmadik éve, azt hiszem, hogy ide visszajövünk így váltóba. Igazából nekem a fő profilom az csak a futás, de a két barátomat itt kiegészítjük, és akkor ugye el szoktunk járni triatlon versenyre. A pálya jó volt, hűvös volt ott az erdőben, de a kis hullámokat azért meg lehetett érezni. Elég jól sikerült futni, 3.32-es átlagot sikerült ezen a távon elérni. Nem tudom, kinek lehetett most könnyű dolga, de szerintem egyik őtöknek se, te voltál a vízbe. A legjobb dolgom nekem volt ebbe a melegbe, úgyhogy az a legkellemesebb mindenképpen. És milyen volt? Kellemes, nagyon kellemes meleg volt, ez szép. Ahogy úszik az ember, látja a gyönyörű várat, nagyon szép. Úgy sikerült, ahogy gondoltad? Kicsit lassabb voltam, mert kellemesen meleg volt a víz, nem vagyok ilyen meleg vízhez szokva, de jó volt, másoknak is lassabban ment.
Lehet, hogy a kerékpár volt ma a legnehezebb, 90 kilométer. Nem tudom, a futásra szerintem vetekedett, de az úszás is nehéz volt, mert elég hullámos volt a víz. Én például nem mertem volna úszni. A futásnak, vagy a biciklinek már a második fele volt, ami nagyon meleg volt tényleg. A futásban meg végig. Ilyenkor 90 km jobb lenne, ha egyenesbe menne, vagy jobb így, hogy körözni kell? Sokkal jobb így, mert egy kicsit így megtörik a táv maga. Hát, mindig a következő kanyarig kell csak menni. Meg vissza, meg megint. Frissíteni kellett? Persze, egyébként szerintem az egyik legjobb frissítés van itt Kocson. Ugye oda-vissza mindig teljes full extrás. Víz, kóla, minden, amit szemszájnak ingere. Mondhatnám, hogy te nagyon jó helyen futottál, hiszen a víz ott volt melletted, meg néha rajtad is, de azért rajtad látszik talán legjobban, hogy megviselt. Hát igen, ez eléggé megviselt, nagyon nehéz volt. Igaz, hogy közel volt a víz, de hűsíteni nem hűsített, viszont nagyon magas volt végig a páratartalom. Úgyhogy árnyékosnak árnyékos volt szerencsére, de a magas páratartalom az nagyon nehéz értette ezt a futást. Nem hűsítettél, de frissíteni azért frissítettél? Persze, folyamatosan, az nagyon jó volt, hogy folyamatosan locsoltak is minket, úgyhogy így ki lehetett bírni. Gyakorlatilag két év után jutottatok el addig, hogy magyar bajnokságot rendeztetek, és most úgy tűnik, hogy én ott 6 év után már kiléphettek a nemzetközi porondra is. Hogy állnak ezek a bizonyos tárgyalások? Igen, tehát jövőre, ha minden igaz és minden sikerül, akkor egy paratriatlon világkupa futamot, betét futamot tudunk rendezni itt Tatán, ami egyébként még lehet, hogy a 24-es olimpiára is kvalifikációs verseny lesz. Elég komoly és előre adott tárgyalásokat folytatunk a hazai és a nemzetközi szövetséggel. A nemzetközi szövetségnek az egyik vezető versenybíróra már volt a pályán, megnézte, ő teljesen pozitívan nyilatkozott. Speciálisabb pálya kell, vagy ez a pálya tökéletesen jó? Nem, speciálisabb pálya kell, hiszen paratriatlon világkupáról beszélünk, tehát itt vannak para különböző sérült kategóriák, ennek vannak nagyon komoly előírásai. Nyilván Boronkai Petivel, a paratriatlon világbajnokunkkal nagyon, nagyon jó kapcsolatunk, és vele együtt dolgozunk ezen a projekten többek között, és nyilván az ő segítségével minden kategóriának az igényeire készülünk, és megvannak a forgatókönyvek már most, hogy ezt majd a Nemzetközi Szövetség alelnökének be tudjuk mutatni, hogy ez hogy néz neki, hiszen ők akkor hagyják csak jóvá ezt a tervet, hogyha minden sérült kategóriának tudjuk biztosítani azokat a feltételeket, amit a Nemzetközi Szövetség előír. Adásunkban az Orlékmen triatlon verseny összefoglalóját láthatták.